Köszöntöm Önöket! Lássuk mai életmódi műsorunk tartalmát! Nemrég ellátogattunk egy bútorfestő tanfolyamra. Az egyik legfontosabb érzékszervünkről, a szemünkről is szólunk. Azt is megtudhatják, hogy kiknek is nyújthat segítséget az a neuropátiás központ, amely Nagykanizsán nyitotta meg kapuit. A tejfestékkel és a bútorfestés tudományával ismerkedtek az érdeklődők egy alapozó tanfolyam keretében nemrég Kiskanizsán. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház adott otthont a kreatív óráknak, amelyen a környezetbarát, vegyszermentes tejfestékkel dolgoztak, majd antikoltak és a felületkezelési módszerekkel ismerkedtek a résztvevők. A múlt hagyományai lehetnek a jövő értékei, vallják a szervezők, akik egyre inkább az otthoni bútorfelújítások népszerűségét tapasztalják. Ez egy olyan alapozó tanfolyam, ahol aki teljesen kezdő és még soha nem festett bútort, az is megismerkedhet ezekkel a technikákkal, és elsajátíthat többféle festési módszert, amivel aztán, hogyha hazamegy, akkor, hogyha van egy elképzelése, hogy mit szeretne megvalósítani egy régi bútorból, akkor azt meg fogja tudni tenni, tudni fogja, hogy hogyan kell hozzákezdeni, úgyhogy itt egészen az alapoktól többféle ilyen rafinált technikán át mindenfélét megbeszélünk és kipróbálunk. Bútorfestés, van akiknek már nagyon megy, hogy mit is jelent ez, de vannak még kezdők. Hogyan kell elképzelni, hogy mondjuk én otthon nekiálljak bútort festeni? Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogyha már valaki festett ajtót, vagy kerítést, vagy ablakot, vagy bármi ilyesmit, akkor ezt ugyanúgy kell csinálni, csak ezekkel a most már a piacon lévő anyagokkal, így a tejfestékkel is, amit mi forgalmazunk, sokkal könnyebb dolgozni, mint mondjuk ezekkel, amiket korábban megismertek az emberek, mondjuk egy zománc festék, amit vegyszeres és büdös és lassan szárad és nehéz szépen eldolgozni. Ezek például a tejfesték esetében már mind nem jelentenek problémát, úgyhogy otthon is nyugodtan neki lehet ugrani, és mivel nagyon gyorsan szárad és nagyon kezdőbarát, én azt szoktam mondani, nem kell alapozni alá, könnyen csiszolható, ezért a hibák is könnyen javíthatóak, ezért gyakorlatilag egy nap alatt egy kisebb, közepes méretű bútot be is lehet fejezni teljes egészében. Mennyire népszerű manapság az otthoni bútorfelújítás? Hát hál' Istennek egyre népszerű. Én ennek nagyon örülök, mert azt látom, hogy sok olyan régi bútor van, amit így nem a szemétdombon végzi, hanem az emberek meglátják benne a fantáziát, és hogyha kisebb hibái vannak, vagy azt látják, hogy mondjuk a színe nem passzol az otthonukba, akkor ezen most már mindenki tudja, illetve egyre többen tudják, hál' Istennek, hogy ezen nagyon könnyű segíteni, és akár saját kezűleg otthon meg tudjuk oldani, és hogyha a forma meg a méret megfelel, akkor gyakorlatilag bármiből bármilyen stílust meg tudunk valósítani saját kezűleg. Régóta érdekel már maga a bútorfestés. Sok bútort örököltem a nagyszülőktől, szülőktől, és sajnálnám kidobni ezeket a bútorokat. Megettem már az idő vasfoga ezeket a bútorokat, szúvasodnak is, és egy olyan festési eljárást kerestem, ami természetes alapanyagokból áll, és így találtam rá az Azurba Goi Kft-re, és azért jöttem erre a bútorfestő tanfolyamra. Ugye még a tanfolyam felén tartunk, eddig mi minden újdonságot hallott? Hát eddig igazából újdonság nekem a maga a lazúrozási technikája ennek a festéknek, ezt eddig nem ismertem. Másrészt az is új számomra, hogy különösebb előkészítést nem kívánnak ezek a bútorok. Egy úgymond tapadó anyaggal sikerül majd ezeket úgy fölvinni, hogy ne kelljen hozzá semmiféle mesterséges anyagot használni. Én úgy látom, hogy ennek a tanfolyamnak ez lesz a pozitív hozadéka most. Mi is az, hogy tejfesték? Ez egy ilyen több száz éves receptúra
alapján készülő festék, gyakorlatilag ugyanaz az összetétele van, mint amivel több száz éve a középkortól kezdve az emberek bútort festettek, és onnan kapja a nevét, hogy tejfehérje az egyik kötőanyaga, ezen kívül mész van még benne, egy kis agyag, meg természetes színezékek, hogy abszolút természetes összetevőkből készül, és ezért gyerekek mellé nagyon sokan szeretik használni, illetve beltéren nyugodtan lehet vele festeni, mert semmilyen egészségre káros vegyszer nincsen benne, nem párolok ki bőle se festés közben, se száradás után a szoba levegőjébe semmi, úgyhogy én azért legsűrűbben ősszel télen festem a legtöbbet, amikor úgyse lehet semmi más csinálni, és más festékekkel alapvetően ez pont kiesik ez az időszak, a tejfesték az pedig teljesen egészség és környezetbarát. Úgyhogy ebben más. Apró pici dolgokkal már próbálkoztam otthon, de ezzel a tejfestékkel még sosem festettem, és igazán az interneten ez most reneszánszát éli ez a hobbi bútorfestés, és nekem is nagyon megtetszett ez az anyag, és nagyon megörültem, hogy Nagykanizsán van lehetőségem erre, hogy ezt kipróbáljam. Nagyon várakozással teli vagyok most per pillanat, nagyon tetszenek a színek, gyönyörű színek, és egy nagyon jó anyag, nagyon jól dolgozható anyag, úgyhogy remélem, hogy sikerül elsajátítanom a technikát. Van esetleg olyan bútordarab, amit kiszemeltél, hogy fel kellene újítani, vagy az alapokat megtanulod, és majd a jövő hozza? Van, olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy most vásároltunk egy családi házat, amiben nagyon sok antik bútor van, amiből egy pár darabot megtartunk, és új köntöst kapnak, remélem, hamarosan. Legtöbbször konyhabútor festés, ami az egyik legnépszerűbb, ugye ez egy olyan dolog, amit, hogyha egy konyhát ki kell cserélni, akkor az egy több százezres tétel, hogyha meglefestjük, akkor pár tízezer forintból nagyon rugalmasan úgy lehet alakítani, ahogy az ember elképzeli, úgyhogy sokszor ilyet, illetve nagyon sokan örökölnek a nagymamától régi, valódi, fából készült egyébként nagyon stram bútorokat, amik már egy kicsit megvannak kopva, vagy abban a formában nem illenek az otthonukba az embereknek, és akkor ezekbe az új lakberendezési trendekbe abszolút be lehet illeszteni egy kis festéssel. Hát az extrém dolog, nem is tudom, hát ilyen fémre, műanyagra, laminált bútorra, mindenre fel lehet a tejfestéket kenni, és szépen meg lehet vele újítani bármit, úgyhogy nem tudom, hogy mi számít extrémnek, nekünk ez az, hogy mondjuk műanyag felületet is meg lehet újítani és le lehet festeni, az nekem is pár éve még teljesen meghökkentő lett volna, de most már igazából én is mindenre úgy nézek, hogy milyen színre lehetne lefesteni. Úgyhogy szerintem nincsen olyan, hogy extrém, mindennek nyugodtan neki lehet állni és át lehet festeni. Csak felújításról beszélünk, vagy esetleg otthon házilag elkészített bútorok elkészítésében is nagy segítséget nyújthat ez? Mi alapvetően ilyet nem oktatunk. A barkácsolás meg az asztalosság az egy másik szakma szerintem. Ez a bútorfestés, ez érdekes módon inkább a nőket mozgatja meg, az asztalosság meg a barkácsolás meg inkább a férfiakat, úgyhogy így a közönségünk is egy kicsit más. Illetve nekem személy szerint az volt egy nagy élmény, hogy én nem vagyok szerintem kifejezetten erős ilyen kézműves dolgokban, tehát semmi különleges tehetségem nincsen hozzá, és mégis egy egész nagy sikerélményt tudok elérni azzal, hogy egy bútort saját kezedek meg tudok újítani, pedig nem tudok bútort építeni, meg nem tudok barkácsolni, és mégis egy ilyen nagy lakberendezési tárgyat azt én magam tudok úgymond megvalósítani, vagy legalábbis megújítani a saját elképzeléseim szerint, úgyhogy ez szerintem a bútorfestésnek a nagy varázsa. A tanfolyamon résztvevők egy fali kulcstartót készítettek, amely a gyakorló terep mellett egy kedves emlékként megmaradhat az otthonokban. A világ nem alkalmazkodik látásunkhoz. Lásson tisztán ön is. Ez az idén meghirdetett Látás hónapja akció szlogenje. Szemünk egészsége is hozzátartozik a jó közérzethez, így érdemes minden korosztálynak figyelnie látására. Októberben ezt ingyen is megtehetik.
A Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma ezúttal is ingyenes látás ellenőrzéssel és szaktanácsadással hívja fel a figyelmet a tisztán látás fontosságára. Az akcióban résztvevő kanizsai üzletek is várják az érdeklődőket. Nagyon fontos a látás ellenőrzés, mivel 1,5 millióan Magyarországon nem is voltak még szemvizsgálaton, nem ellenőriztették a látásukat. Ez azért fontos, mivel a vizsgálatok során nem csak a rossz fénytörésű szemre adunk segítséget, hanem a szemfenéken előforduló szembetegségekre is időbe fel tudjuk hívni a figyelmet, akkor akár a vakság is megelőzhető, például hogyha valaki glaukómás, tehát alattomosan megemelkedhet a szem belső nyomása, amit a páciens nem érzékel, viszont ha időben felhívjuk rá a figyelmet, akkor elküldjük szemészeti szakrendelésre, és ott kezelést kapnak, és megelőzhető a vakság. Mennyire népszerű ez a hónap, ez az akció, mennyire élnek vele az emberek? A köztudatban elég elterjedt már, úgyhogy az emberek nagyon várják ezt a hónapot, készülnek rá. Tehát azt vettük észre, hogy az előző hónapban már kevesebb az érdeklődés, viszont ilyenkor októberben már tömegesen jönnek, nézik az újságokat, a hirdetéseket, és jelentkeznek be szemvizsgálatokra. A vizsgálatok mellett ezúttal kiemelten a szemszárasság problémájával, valamint a távol-keleti előregyártott szemüvegek kártékony hatásával foglalkoznak az akcióban résztvevő optikák. A program célja felhívni a páciensek és az emberek figyelmét arra, hogy a kész olvasó szemüvegek mennyit árthatnak a szemnek, mivel úgy érzik pillanatnyilag, hogyha felpróbálják, hogy tisztán látnak vele, viszont a szem annyit még tud alkalmazkodni, hogy pillanatnyilag úgy érzi, hogy jól lát, viszont teljesen más típusú lencse készül ezekbe a keretekbe, ami olyan a kémiai anyagokat tartalmaz, ami allergizál, tehát bőrreakciókat válthat ki. Ezen kívül a lencse minősége sem megfelelő, tehát nem európai szabványnak megfelelő, ezt távol-keleten gyártják, ami tehát olyan problémákat okozhat, hogy utána a szem még jobban romlik. Szemünk egészségért azonban nem csak októberben tehetünk. Nyáron például a napszemüveggel lehet védeni a káros ultraibolya sugárzás ellen a szemet, mert ha nem védjük, akkor a káros sugarak bejutnak a retinára, ahol nagyon nagy roncsolásokat tudnak végezni. Szürkehályog kialakulását is elősegítik, különböző szemgyulladásokat, és hogyha ezzel egy jó minőség, tehát ezt egy jó minőségű UV-szűrős, tehát csak optikai szaküzletben vásárolt napszemüveggel ki lehet szűrni. Én azt szoktam mondani vásárlóimnak, ha 1-2 000 forintjuk van, akkor inkább ne vásároljanak drogériákban, hipermarketekben napszemüveget, mert az semmiféle védelmet nem nyújt a szemnek, különböző lencsehibákkal rendelkezik, a pupillát még jobban kitágítja, a káros fénysugarak még jobban bejutnak a retinára. Ha nincs 10-15 000 forintja, akkor inkább ne vegyen, várjon meg, gyűjtsön egy kicsit, és azt akár, ha vigyáz rá, 5-7 évig is tudja hordani, és nem éri a szemét káros fény. Télen is ugyanúgy kell hordani napszemüveget. Igaz, hogy nem olyan intenzív a napsugárzás, meg nem direkt, viszont eléggé alattomos, és ilyenkor is éri a szemünket UV-fény. Érdemes ilyenkor is a jó minőségű szemüvegünket elővenni és használni, mert akár a hó vakító ereje is bántó hatású lehet, ilyenkor ömlik a könnyünk, fel kell tenni a szemüveget, és ez kellő védelmet nyújt. Akár napos időben, vagy ilyenkor is előfordulhat, hogy úgy érzik a páciensek, mint a homok ment volna a szemükbe, tehát kicsit bök szúr a szemük. Ilyenkor jöjjenek, segítünk, megvizsgáljuk, lehet, hogy a könyv szerkezete nem olyan, kevesebb a könyvtermelés, és a problémának megfelelő műkönnyel engedjük útjára a pácienst. A szemüveg sokszor nem csak egy egyszerű látásjavító eszköz, hiszen a keretek mai választékát elnézve egyéniségünk igazi égköve lehet. És mikor kell feltétlenül arra gondolnunk, hogy talán kellene nekünk is egy szemüveg? Ha az embereknek fáj a fejük,
úgy érzik, a látásuk nem kielégítő, esetleg hányingerük van, hirtelen látásromlás van. Tehát ez nem biztos, hogy csak a szemüveg miatt lehet, tehát fontos felkeresni az optikát, szemészeti szakrendelést, mivel retinaleválás is, tehát elég súlyos problémák lehetnek, amit hogyha időben nem kezelnek, nem jut el az orvoshoz, akkor végleges vakságról is beszélhetünk. Vagy például a glaukómánál kap egy glaukómás rohamot a páciens, ott is, tehát a látóideg sejtek pusztulnak, tehát az is vaksághoz vezet. Tehát ne késlekedjünk, tehát minél előbb menjünk be a legközelebbi optikába, ott segítenek és irányítanak a szakrendelésre, hogyha nem szeretne az illető az STK-ba menni. Beszéltünk arról, hogy rendszeresen kellene úgymond ellenőriztetni a szemünket is. Milyen idős kortól ajánlott ez? Már gyerekkorban, gyerekeknél szoktuk javasolni 3 és 6 hónapot kontrollra, mert ők még elég gyorsan nőnek, tehát a szemük nagyon gyorsan változik, nem tudja úgy követni a növésben. Idősebb korban, tehát olyan 35-40 éves kortól azért évente már érdemes megvizsgáltatni szemünket, mivel 40 éves kor fölött a szemlencse már nem olyan rugalmas, tehát veszít a rugalmasságából, közelre nem tud úgy alkalmazkodni, és ami dioptriát nem tud növelni, azt kell a szem elé tenni. És különböző problémák is ilyenkor felléphetnek. Tehát akár szürkehályog is, de régebben ez a 60 év fölöttiekre volt jellemző. Mai időkben, mivel annyira agresszív a napsugárzás, hogy vannak emberek, akik nem hordanak jó minőségű napszemüveget, önálluk korábban jelentkezik a szürkehályog, tehát mindenképpen időben, tehát fiatalabb korban is érdemes szemészeti szakrendelést vagy optikát felkeresni, hogy esetleg az optometrista vagy a szemorvos segítsen. Az egyik fontos érzékszervünk a szemünk állapotával, tehát érdemes érdemben foglalkozni. Világszerte így Magyarországon is egyre több embert, fiatalt és időset érint a cukorbetegség. A jó anyagcsere állapot fenntartásával, valamint a szövődmények megelőzésével lehet javítani a diabéteszesek életminőségén. Nemrég Nagykanizsán nyílt meg a Zala megyei Neuropátia Centrum, amely rendkívül nagy segítséget nyújthat a korai felismerésben és a gyógyításban. A Kanizsai Dorottya Kórházban működő új központban a diabétesz egyik szövődményének számító idegsorvadás korai felismerése lehetséges, ez pedig jelentősen hozzájárulhat a lábamputációk számának csökkentéséhez. Az idegsorvadás felismerését segíti a Virvac Pharma Kft. Által adományozott 4 millió forint értékű készülék, amely a hőérzékelés mértékét méri a vékony idegrostokon. Az amputáció veszélye és a lábfekély veszélye és az abból eredő fertőzések nagyon komoly kihívást jelentenek az orvostudomány számára ezen betegség kezelésében. 2014-ben 772 000 cukorbeteg volt, aki kiváltott vércukor csökkentő gyógyszert. A valós szám ennél lényegesen nagyobb, biztos 1 millió fölött van, mert a betegek nagyon jelentős hányadáról nem is tudjuk, hogy cukorbeteg. A neuropátia, az idegbántalom vagy idegrendszeri károsodás az egyik kísérszövődmény. A cukorbetegek mintegy harmadát vagy felét érinti, természetesen attól függ, hogy milyen életkorú, milyen anyagcsere helyzetű betegeket vizsgálunk, vagy mióta cukorbetegek. Kimutatható idegrendszeri eltérés már a cukorbeteg gyerekek körülbelül 20%-ában kimutatható, az életkorral nő, idősebb betegben rossz anyagcsere helyzetű évtizedek óta fennálló cukorbetegség esetében nagyon magas hányadban, szinte az összes betegben kimutatható, és az alsó végtagi amputációk fő oka jelenleg Magyarországon. Naponta 10 cukorbeteg lábát vágják le, ez egészen pontos, hiszen 3658 cukorbeteg lába lett amputálva 2014-ben. Az, hogy az amputációk száma csökkenjen Magyarországon, ami jelenleg naponta 10 amputációt jelent, ahhoz az szükséges, hogy felismerjék, hogy melyik cukorbetegnek van neuropátiája.
Ehhez a felismeréshez segít ez az eszköz, amely a Zala megyei neuropátia centrumba került, és amely az igen korán jelentkező és komoly fájdalommal jelentkező vékony rost neuropátia felismerésére ad lehetőséget. Mi évek óta, körülbelül 20 éve végezzük a cukorbetegek neuropátiájának a szűrését. Aki a kórházba bekerül fekvőbetegként, ott akár van, akár panasza, akár van panasza, akár nincs, ott elvégeztünk egy kalibrált hangvilla vizsgálatot, és monofilamenten még megnéztük a lábát, hogy mennyire tudja érzékelni ennek a monofilamentnek a tapintását. És válogatott esetekben pedig néztük EKG-val, a kardiovaszkuláris, tehát a szívérrendszernek a változását. És ambuláns vizsgálati keretek között is mindig rákérdeztünk a cukorbetegekre, a neuropátiás panaszokra, és hogyha a betegnek panasza volt, akkor visszarendeltük őket hangvilla vizsgálatra. De nem volt lehetőségünk arra, hogy érző neuropátiát finomabb módszerrel vizsgáljunk. Nagyon nagy szerencse, hogy ez az érző idegrendszernek a károsodását jelzi ez a gép, mégpedig kvantitatív módon. A fájdalomingernek a csökkenését már nagyon korán ki lehet mutatni. Ki lehet mutatni a hőérzetnek vagy a hidegérzetnek a károsodását is, és sokszor ezt a betegek nem is jelzik. Tehát amikor még a betegnek nincs panasza, panaszmentes a beteg, ezzel a géppel nagyon pontos számszerű értéket kapunk, és lehetőségünk van arra, hogy korán időben a beteg egy oki kezelést kapjon. Korai diagnózis természetesen konzekvenciái vannak, ellenőrizni kell ezt követően a beteget, és kezelni. Ez a cukorbetegség optimális kezelését jelenti, a rizikófaktorok optimális kezelését, magas vérnyomás, zsíranyagcserezavar, és létezik specifikus kezelés, ezek specifikusan a diabéteses neuropátiára ható gyógyszerek, oki és tüneti szerek. Az oki szereknek a szerepe az, hogy a károsodás további kialakulását lassítsák, megállítsák, illetve visszafordítsák. Ez elérhető ezekkel a gyógyszerekkel, ha adjuk őket. Kik mikor használhatják, élvezhetik ennek a gépnek az előnyét? Én azt gondolom, hogy minden cukorbeteg élvezheti, bár klasszikusan úgy fogalmazzák meg, hogy a neuropátia egy késői szövődmény, tehát több éves diabétesz tartam után alakul ki, de azért, mivel a cukorbetegségnek a kórismézése az gyakran éveket késik, ezért mi úgy tapasztaljuk, hogy akár korán felfedezett cukorbetegeknél is ez észlelhető, tehát mi fiatal cukorbetegeket már most hívtunk és jegyeztünk elő a rendelésre, akiknek nincs panaszuk, hogy lássuk, hogy van-e kisidegi szövődményük, és én úgy látom, hogy a betegek ezt nagyon nagy örömmel fogadták, pláne, hogy elmondtuk, hogy ilyen készülek az országban, azért nem nagyon van, tehát én úgy gondolom, hogy erre ugye egy kicsit büszkék is, hogy tényleg, hát ilyen készülek, hát akkor szívesen jövünk, és szívesen elmegyünk erre a vizsgálatra. A Kanizsai Kórház vezetése fontosnak tart minden olyan kezdeményezést, amely a betegség megelőzését, az orvosi munka segítését célozza. Azt gondoljuk, hogy ez egy minőségi továbblépés, ez a QSense készülék, ami egy kvantitatív mérést tesz lehetővé, és nem csak a betegség gyógyulásának a fokát lehet vele vizsgálni, de latens formában, amikor még a tünetek nem alakultak ki, akkor is lehetővé teszi a diagnózist. Nagyon fontosnak tartjuk továbbá, hogy reményeink szerint ezt a készüléket nem csak a diabéteses neuropátiásoknál, hanem az egyéb típusú neuropátiás betegeknél felhasználhatjuk, hasonlóan reménykedünk a szűrővizsgálatoknak a hatékonyságát. Mit jelent ez pontosan, ez a készülék hogyan méri, hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy bizonyos fajta vezetési sebességet mér, az úgynevezett vékony rostoknak a vezetési sebességét, neuropátiát, és akkor ennek a segítségével egy kvantitatív mérőszámnak a megadásával lehet következtetni a neuropátia fokára, illetve az esetleges gyógyulásnak a mértékére. Hosszú ez a vizsgálat? Érez a beteg közben valamit? A beteg tulajdonképpen ilyen enyhe, bizsergő érzést érezhet közben. Gyerekeknek esetleg ez kisebb fájdalmat is jelenthetne, de úgy néz ki, hogy ez a módszer sokkal kevésbé kellemetlen, sokkal kevésbé fájdalmas, mint az eddig használt bármelyik vizsgáló módszer.
Az országban működő két gyermekközpont mellett a Nagykanizsai a 14. felnőtt neuropátiás centrum. A központokban tavaly több mint 7300 vizsgálatot végeztek. Két hét múlva ismét jelentkezünk életmódi magazinnal. Természetesen akkor is várjuk Önöket. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.